Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 117. adása. Erre a számozásra majd mindjárt visszatérek, mert itt volt egy icipici gubanc, de mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy ezt az adást is a Görbe-Bögre kávézóban vesszük fel, mint ahogy a korábbiakat is, tekintve, hogy a Görbe-Bögre kávézó az, ami helyszínt biztosít ezekhez a műsorokhoz. Úgyhogy ha ki szeretnétek próbálni ti is ezt a helyet, hogy milyen kávé, tea, vagy éppen egy finom süti mellett ördöglakatokkal játszani, akkor gyertek ide a Rökk-Szilárd utca 3 szám alá. Hát mi most nem ördöglakatokkal játszunk, hanem beszélgetni fogunk nagyon-nagyon-nagyon komoly témákról, többek között a tudomány nagy szélhámosairól és különböző járványokról. Mindezt, és akkor itt jön az a rész, hogy miért olyan fura a számozás ennek az adásnak, Rózsa Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának tudományos tanácsadója, azt jól mondom? Jól. Igen, minden vendégtől megkérdezem rögtön az elején, hogy jól mondom, biztos, ami biztos. És hogy miért mondtam, hogy fura a számozás, azért, mert ő 2 hete itt volt nálunk, csak sikerült nagyon rosszul elindítanom a felvételt, és borzalmas lett a hangminőség. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy még egyszer eljöttél, és így a 117. és nem 116. adásnak vagy a vendége. Szervusztok, Rózsa Lajos vagyok, nem tudom most mennyivel lesz szebb a hangom a felvételen, de majd igyekszünk. Figyelj, a te hangod a múltkor is gyönyörű volt, csak a technikai körülmények nem voltak a legjobbak. Mondhatnám, hogy a múltkori az akkor egy kicsit főpróbaként volt értelmezhető, és azt szerintem most is megemlítettem, hogy több témáról beszélgetünk. Ugye a járványok talán ott jönnének képbe, és egy kis előtörténet akkor, hogy mi ugyan találkoztunk már jó pár évvel ezelőtt is, de legutóbb a FameLab magyarországi döntőjének volt át az egyik döntőse, ahol különböző járványteni témákról beszéltél, egészen pontosan egy dologról, de egy kicsit meg tudod világítani, hogy mi az, amivel foglalkozom általában járványok címén? Ez mindjárt egy nehéz kérdés, mert soha nem tudom megállni, hogy csapongjak. Tehát pályám kezdete véletlenül egy parazitológia tanszékre sodort, ettől fogva ragályos kórokozókkal foglalkozom. Az nagyon gyakori, hogy az ember véletlenül paraziták közé keveredik, nem? De ez a hétköznapi valóság mindnyájunk számára. Na mindegy, tehát engem mindig az evolúció, az ökológia és a viselkedés érdekelt, és amikor parazitákkal kezdtem foglalkozni, akkor rájöttem, hogy valószínűleg nekik is van a evolúciójuk, viselkedésük, van ökológiájuk, és ez halottan érdekes. Más kérdés, hogy mondjuk a kórokozók ökológiáját, azt hagyományosan járványtannak hívják, nem ökológiának, hanem epidemiológiának, de azért ez lényegében ugyanaz, vagy legalábbis nagy átfedés van ezek között. És mivel szeretek csapongani, meg a véletlenül felbukkanó lehetőségeket, témákat megragadni, ezért a tudománytörténet is mindig nagyon érdekelt, és szeretem nézni azt, hogy a régi nagy tudósok mit hogyan csináltak. A régi nagy tudósok mellett csak, hogy legyen átkötés is, a tudományos történelem, vagy a tudománytörténelemnek a parazitáiról is fogunk majd beszélni, milyen szép volt, nem? Nem, tehát már is kell, hogy tiltakozzak, tehát ember soha nem nevezünk parazitának, én ehhez. Inkább a metódusra céloztam. Jó, tehát csirkefogók vannak a tudományban természetesen. Ez lesz a jó szó. A lókötők, meg lehet még ezt fokozni, de embert nem nevezünk parazitának, mert hogy pont a történelem tudomány mutatja, hogy az rendszerint rossz útra vezet. Ebben igazad van. Ha már mondtad, hogy véletlenül keveredtél a paraziták környékére, ez mégis hogy történik egy ilyen véletlen? Hát amikor én pályakezdő voltam, akkor még tulajdonképpen büntethető módon én mindjárt munkanélküli lettem, és mindenféle csetlések, botlások után egy barátom mondta, hogy a felsőoktatási állásokat meghirdetik a felsőoktatási közlönyben, vagy valamiféle közlöny, vagy ilyen állami értesítő volt, és ott volt egyetlen ilyen adjunktusi állás meghirdetve. A felvételi kritériumok egyikét sem teljesítettem, így aztán 2 jelentkező közül végül engem vettek fel. Ez mennyire volt a véletlennek köszönhető? A másik jelentkező megfelelt a kritériumoknak, de őt nem akarták felvenni. Általam nem ismert okok miatt, így aztán a maradékelv alapján én lettem a befutó. És itt rögtön egy parazitológiai témát kaptál akkor? Persze, én kezdetben arra gondoltam, hogy én vadon élő madarak fertőzöttségét fogom kutatni, de tanszékvezetőm,
akinek most is hálás vagyok, Kassai professzor úr azt mondta, hogy lássam be, hogy itt nem lehet vadon élő madarakkal foglalkozni, itt házi állatokkal kell foglalkozni. Mert hogy ez az állatorvosim volt. Mert hogy ez az állatorvos tudományi egyetem volt, igen, köszönöm a pontosítást. És én pedig megkérdeztem tőle, hogy ha én vadon élő házi galambokkal foglalkozok, aminek a nevében benne van az, hogy házi, de mégis vadon élő állatok itt szerte a városba, az egy jó kompromisszum lesz-e? És ő mosolyogva rábólintott, és azt mondta, hogy ha a nevében benne van, hogy házi, akkor jó lesz. Így kezdtem el galambparazitákat gyűjteni pályám hajnalán. Na, azóta is mindenféle kórokozókkal és mindenféle fajokkal vannak munkáim, kalandjaim. Hát persze az egyik legizgalmasabb gazdafaj az az ember. Mi az, ami leginkább megfog téged a járványokban? Tehát azért a legtöbb ember max ózkodva közelít ezekhez a kérdésekhez, de te azért elég szenvedélyesen tudsz róluk egyrészt beszélni, másrészt gondolom utána olvasni meg a kutatásokat is végezni. Csak úgy érdemes kutatómunkát végezni, ha az ember tényleg el tud mélyedni benne és szenvedélyesen csinálja. Az egyik legértekesebb kérdés az a történet. A tudomány történet, tehát az elődjeink hogy csinálták és mit csináltak. És ez a kép lassan bontakozik ki. De hogy mennyire meghökkentő engem például először Konstantin Ivanovics Scriabin akadémikus példája ragadott meg. Scriabin... Gondolom mindenkinek sokat mond ez a név, ismerősen cseng. Szerintem az állatorvosok ismerik a nevét, ezt komolyan mondom, vagy valahogy ismerősen cseng nekik. Scriabin egy ilyen tehetséges ifjú szovjet állatorvos kutató volt a sztálini érában, és 1951-ben meghirdette tudományos tanítását, ami ugye más, mint egy hipotézis, mert egy mester tanítását az ember lehetőleg ne kritizálja. Na, tehát Scriabin meghirdette a tanítását, ami sok részletet tartalmazott, és ő azt állította, hogy ha Szovjetunió szerte aprólékosan követik az általa leírt részleteket, akkor 4-5 éves tervidőszak után lehetővé válik, hogy a Szovjetunió teljes területe örökre mentessé váljon az élősködő férgektől. Tehát 20 év alatt ez egy egész év célkitűzés. Na most Scriabin 20 év alatt legalábbis utólag nekem úgy tűnik, abszolút nem foglalkozott ezzel. De ezzel a tanításával elérte, hogy kapott egy Sztálin díjat, 2 Lenin díjat, a szocialista munka hőse díjat, kapott egy saját kutatóintézetet, 2 tudományos akadémiának tagja lett. Egyszerűen mindent megkapott, amit a sztálini Szovjetunióban megkapni lehetett. És ami meghökkentő, hogy ezekkel a lehetőségekkel élve ő teljesen értelmes kutatómunkát folytatott. Tehát ő egy ilyen bélféreg kutató volt, helmintológus szakszóval, és máig citálják világszerte az értékes és szép munkáit. De érdekesebb ez a teljes mentesítés elmélete, amit ő ugye a Szovjetunióra ígért, mert a 20 év egyszer letelik. És mit tesz Isten, 20 év múlva Scriabin meghalt. Tehát természetes halállal, vagy valami parazitának köszönhetően? A legjobb tudásunk szerint természetes halállal, sőt újabb 20 év múlva széthullott az egész Szovjetunió, ma már nyoma nincs, de ugyanezek a féregfertőzések, ami ellen ő a programját meghirdette, és a mai napig gondolom ott vannak. Eltaláltad. Na most nem ő volt az egyetlen, hanem csokorba lehet szedni a járványtani tudományok nagyjainak az olyan kijelentéseit, akik mind fertőzésektől mentes jövőt ígértek nekünk. Ez annak köszönhető, hogy akkoriban, mivel még limitált tudásunk volt, hogy hogyan is működik ez az egész rendszer, tényleg őszintén naivan hitték ezt, vagy úgy gondolták, hogy ez mondjuk a propaganda érdekét fogja szolgálni, és így mentesülnek a mindenféle megkötések alól? Én nem tudom, hogy mit hittek. Tehát ez utólag nem rekonstruálható. Nekem az a benyomásom a cikkei alapján, hogy Scriabin, vagy a munkái alapján nagyon értelmes ember lehetett. De mit gondoljunk William Stewartról, aki az USA egészségügyi hatóságainak a vezetője volt, és aki 1967-ben az ENSZ fórumán elmondta, hogy ők az USA-ban lényegében már minden fertőzést felszámoltak,
Ők már teljesen tiszták fertőzésektől, és kioktatta a világ többi országát, hogy itt az ideje, hogy ők is kövessék az USA jó példáját, és akkor az emberiség örökre lezárhatja a járványok és fertőzések ügyét. Azért vannak olyan járványok, amit a történelemben sikerült, főleg a 20. században elég jól megfékezni, visszaszorítani, és ezek jönnek ugye most vissza a különböző oltás ellenes mozgalmakkal, tehát azért valami csillogó remény azért csak lehetett náluk. Hát az emberiség a története során a mai napig egy emberi kórokozót számolt fel végérvényesen, a fekete himlőt. Ez is csak annyira végérvényes, hogy azért katonai készletek jól eltéve vannak egyes országokban, amelyek még elővehetők, sőt, egy vírusban már de novo is szintetizálható, hiszen ha a szekvenciák megvannak. A himlő egy nagyon bonyolult szerkezetű vírus, de a gyermekbénulás vírusát például már szintetizálták kémiai úton fertőzőképes. Elég biztató. Vírust. No, tehát az emberiség egy, vagy mostanra talán lehet, hogy épp a napokban számolják fel véglegesen az utolsó medinai féreg fertőzéseket valahol a kelet-afrikai polgárháborús pokolban. Tehát egy vagy két emberi fertőzést sikerült világszerte felszámolni, attól fogva, hogy vagy az alatt az időszak alatt, amióta Scriabin és hasonló emberek talán őszinte hitből, talán karrier szempontokból újra meg újra fertőzésektől mentes jövőt ígérnek nekünk. Most ez alatt az időszak alatt körülbelül 5-600 új emberi kórokozó faj tűnt fel, tehát ha az egyenleget nézem, az számszerűleg elég rossz. Ez persze egy kicsit csalóka, hiszen az újonnan feltűnő emberi kórokozók többnyire nem nagyon fontosak, a többségük az nem okoz gyakran letális következményeket, és nem okoz világjárványt, de vannak közöttük olyan világjárványt okozó durva vírusok, amelyek sok ember életet követelnek, mint a HIV vírus, vagy a SARS nevű vírus, és így tovább. Hogyha parazitákra gondolunk, és nem feltétlenül kórokozókra, mint amit az előbb is említettél, akkor általában főleg itt Európának, hát szerintem mondhatom, hogy a nyugati részén, vagy a nyugati világhoz tartozó részén, elsősorban ilyen mindenféle egzotikus csúszómászók nagyon idézőjelben jutnak az eszünkbe. De azért nálunk is vannak paraziták, vagy a környékünkön is, nem? Csak nem nagyon veszünk róluk tudomást? Itt a parazita fogalommal is egy kicsit bibelődhetünk, mert hagyományosan az állati élős, az állatok körébe tartozó élősködőket szokták parazitáknak hívni, de ökológiai szempontból a baktériumok, a vírusok szintén élősködő életmódot élnek. Számomra tehát mondjuk ők is paraziták. Van egy olyan nagy globális biogeográfiai mintázat, hogy a kórokozók, fertőzések által okozott mortalitás, az általuk kifejtett szelekciós nyomás, az a hidegebb égövek felé enyhébb szokott lenni. A trópusok fertőzés veszélyesebb helyek, hát mi egy viszonylag jó helyen vagyunk itt a Kárpát-medencében, de a klímánk fokozatos melegedésével ezt a jó helyzetet egy picit sikerülhet még lejjebb küzdeni. Ezt már lehet érzékelni? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert egy biztos ok-okozati összefüggésre kísérletes úton tudnánk rávilágítani, vagy itt lehetne bizonyítani. Az, hogy időben egybeesik két dolog, tehát mondjuk a klímánk fokozatos melegedése és új járványok megjelenése, az nem bizonyíték. Azt mondanám tehát, hogy vannak adatok, amelyek ezt támogatják, de azok messze nem bizonyíték erejűek. A globális klímával nem tudunk kísérletezni, mert kéne két csoport, ugye egy melegi... B-föld. És mind a kettőből egy csoport, igen, tehát egy melegített föld bolygók csoportja és egy kontroll bolygók csoportja. Sok bolygó kellene ahhoz, hogy bolygószinten kísérletezhessünk. De kétségkívül vannak egybeeső mintázatok, tehát nem akarom bagatellizálni a dolgot. Ahogy megváltozik a klímánk, úgy szubtrópusi, vagy korábban a déli határaink mentén föl-föl tűnő fertőzések, lassan megjelennek Magyarországon is. Ez mindenféle félremagyarázásokra is adhat okot. A legtöbben például
azt szokták emlegetni, hogy a malária majd megjelenik Magyarországon, mint tipikusan trópusinak vélt betegség a felmelegedő klímával. De valójában azok a plazmódium fajok, amelyek az emberi maláriát okozzák, azok előfordultak Magyarországon endémikus, tehát nálunk benszülött kórokozóként körülbelül az 50-es évek elejéig, és a Felső Tiszán vagy Somogyban a maláriás gócokat, vagy akár a Kis-Balaton környékén az 50-es években számolták fel, amikor szó nem volt még fölmelegedésről, egyre gyorsabban melegedő klímáról. Tehát egy korábbi, kicsit hűvösebb időszakban ezek a kórokozók itt voltak. Na most, hogyha a felmelegedő klímával megint megjelennek, vajon ez, ha ez a két jelenség időben egybeesik, ez bizonyítéke arra, hogy a kettő okokozati összefüggésben van rá. Tudom, hogy gondolom nagyon szereted az ilyen kérdéseket, de fel tudunk ezekre készülni? Fel. Persze. Köszönöm szépen. Mi kell ahhoz? Mondan. Lakossági ismeretterjesztés, felhívások, az orvosokat kell annak megfelelően képezni, ökológusok hadát kell hadrendbe állítani. Mondanék egy nagyon egyszerű példát arra, ami nem oldaná meg a dolgot, de valamiféle felkészülést jelentene. A Magyarországon a trópusi fertőzésekkel a betegeket a László kórházba viszik. Ha a László kórház megfelelő betegszobáinak az ablakán szúnyogháló volna, akkor lehet, hogy ez egy olcsó, de talán egy-két-három potenciálisan itt meginduló fertőzést visszatartó felkészülés lehetne. Ennek az önköltségi ára, hát nem tudom, 2000 forint, vagy hasonló volna. Ablakonként, igen, de lehet, hogy kevesebb. Tehát, jó, csak közbeszerzés útján ez lehet, hogy felmegy ez az összeg. Na, hogy lehet? Versenytárgyalást fogunk írni. Jó, ez csak egy kis butuska példa akart lenni. Talán komolyra fordítva az előző ilyen buta példát. Az egyik felkészülési mód, hogy komolyabban vagy komolyan kell venni az úgynevezett predilekciós csoportok sorsának a nyomon követését. Ez mit akar pontosan? A predilekciós csoportok kifejezés azt jelenti, hogy egy-egy járvány nem véletlenszerűen jelenik meg a társadalomban, nem bárhol egyforma eséllyel, hanem a különböző korcsoportokban, vagy akár a különböző nemek között, vagy a különböző társadalmi helyzetű emberek között más és más valószínűséggel. Tehát vannak olyan fertőzések, amelyek jellemzően például hajléktalan embertársaink körében jelennek meg, és ott terjednek először. Közismert, hogy vannak olyan fertőzések, amelyek jellemzően a prostituált embertársaink körében terjednek. De vannak tipikusan gyermekbetegségek, vannak olyan paraziták, amelyek a nagyon idős embereket fertőzik jellemzően. Minél idősebb valaki, annál inkább. Tehát ez kórokozónként eltérő lehet. Na most, hogyha egy járványtól tartunk, ha közelít a határainkhoz, akkor a megfelelő hazai embercsoportot fokozott figyelemben kell részesíteni, esetleg egy fokozott egészségügyi ellátást kell számukra biztosítani, nem azért, mert protezsáljuk őket, hanem mert a társadalom egészének a biztonságát növeli, hogyha őrájuk különösen figyelünk. Hát ez egy elég összetett és szervezett munkát igénylő folyamat. Én nem vagyok orvos, és lehet, hogy olyan általánosságokat mondtam, amik többé-kevésbé már megvalósulnak, de néha a való életben azt látja az ember, hogy lehetne még erősíteni a felkészülésünket. Ilyen józan paraszt észre belátható, egyszerű elképzelések alapján. Most próbálnék egy nagyon gördülékeny átvezetést találni egy olyan témára, hajrá, amiről a múltkor már beszéltünk, most próbálok neki veselkedni. Parazitológia témánál mindenképpen maradunk, meg amit az előbb említettem, hogy a FameLab egyik döntőse voltál, ott kifejezetten egy csoporttal foglalkoztál, egy olyannal, ami után mindenki vakarózott a közönségben. Azért vakaróztak, mert az emberi tetvekről beszéltem. De nem adtál nekik tetveket, tehát ez nagyon fontos. Beszéltem. Csak elméletben foglalkoztunk a kérdéssel, amennyire hát egy 3 perces előadás keretében foglalkozni lehet.
És van egy érdekes jelenség, hogyha tetvekről beszélek például a hallgatóknak, akkor hát szemben állok velük, és látom, hogy mindenki elkezd vakarózni, jellemzően a haját, fejét vakargatja mindenki. Ez egy picit bánt engem, tehát egy ilyen pozitív irigység van bennem, mert ezt a jelenséget én évtizedek óta látom, de van egy kiváló szlovák kollégám, egy Pavol Prokop nevű kutató, aki gyorsan ezt a jelenséget egy cikkben leírta, és ilyenkor az ember egy kicsit fogja a fejét, hogy a fene egye meg. Hát én is láttam, és én nem írtam belőle cikket. Egyébként ez nagyon érdekes, mert egy viszonylag jól megfigyelt jelenségről van szó, amivel senki nem foglalkozott eddig ezek szerint itt tudományos értelemben. A jó tudományos cikkek legtöbbször nem úgy születnek, hogy megmérjük ugyanazt, amit már az elődeink is mértek, csak mi egy tizedes egyel pontosabban meg tudjuk mérni, hanem nagyon gyakran úgy születnek a jó tudományos cikkek, hogy azt a jelenséget, amit akár a laikusok is látnak, és mindenki ért, azt a jelenséget valaki bevonja a természettudományok körébe, és tervez egy vizsgálatot, és megméri, hogy vajon csak az érzékeink csalnak-e, vagy valóban ez egy hitelesen mérhető, a természetben újra meg újra megismerhető, megismétlődő általános jelenség. Egyébként pont ez a Pavol barátom nagyon jó ebbe, hogy laikusok számára is ismert, de tudósok által soha nem vizsgált jelenségeket bevon természettudományos vizsgálatok körébe. Például egy jó pár cikke szól arról, hogy a férfiak vonzóbbnak látják a nőket, ha ők piros ruhába öltöznek, sőt, hogy egy férfi a párját közelebbről kíséri, tehát a társaságban szorosabban megy mellette, ha a nő piros ruhában van, tehát a pár őrzése ettől szigorúbb lesz. Sőt, fordítva is megcsinálta, megmérte. Látok összefüggést egyébként a kettő között, hogy vonzóbbnak látják, plusz az, aki vele van, jobban figyel rá. De megfordítva is megvizsgálta ugyanezt Pavol barátom, mert azt is megnézte, hogy egy férfit a nő vonzóbbnak lát, hogyha az arcképét piros szín szegélyezi, mintha más szín. Tehát azt mondja, hogy ha megyünk Ferrarival csajozni, akkor a piros Ferrari az tényleg jobb, mint a más színű. Ezek ilyen közkeletű, primitív népi bölcsességek lehetnek, és mérhetően így van. Most egy olyan gyakorlati megvalósítás jutott eszembe, hogyha a hölgyen eleve piros ruha van, csak közel kell hozzá menni, mert akkor a róla visszaterített fény, az ugye egy piros élt ad majd a férfi arcának, és akkor rögtön vonzóbbnak is látja. Tehát... Jó, próbáld ki, én családos ember vagyok. Hát figyelj, akkor ide is jön majd az, amit mondtál, hogy kell a megfelelő kontrollcsoport, kellenek a vállalkozók, úgyhogy lehet, hogy meghirdetünk egy ilyen vizsgálatot. Ő ezt megcsinálta, tehát ezek szépen le vannak publikálva. Na mindegy, nagyon elkanyarodtunk. Messze. A tetvektől. A tetvektől, igen. Én a tetvekről azt meséltem, hogy van két egymáshoz nagyon közel álló, de majdhogy nem egyfajba, vagy talán egyfajba tartozó kétféle emberi tetű, a ruhatetű és a fejtetű, és ezeknek az emberrel való kapcsolatáról meséltem. Mielőtt elmondod, hogy mit meséltél, szerintem nagyon fontos megemlíteni, hogy az egész előadásnak a címe valami olyasmi volt, hogy miért fertőzzük meg fejtetűvel a szeretteinket. Ez volt a címe, sőt, ez egy nagy labban publikált ilyen hipotézis cikkünknek is a címe, amit korábbi hallgatómmal, Apari Péterrel közösen publikáltunk. Nagyon röviden a történet lényege az, hogy a fejtetvesség az egy jellemző gyerekkori fertőzés. Ma Magyarországon, vagy Európa gazdag országaiban is a gyerekek közel fele, vagy körülbelül fele átesik valamikor élete során fejtetű fertőzésen. Na most úgy néz ki, hogy a fejtetű nem a fésűvel terjed, nem röpül, nem ugrik, nem tud lemászni az emberi hajról, hanem tényleg kizárólag akkor terjed, amikor az emberek a hajas fejbőrüket összedugják. Márpedig ez az emberi fajban, és csak az emberi fajban, mert a közelrokon főemlősökben hiányzik, tehát az emberi fajban ez a szeretet jele. A szeretet, a barátság, a szerelem, de mindig egy pozitív, emocionális kapcsolat, amikor
mondjuk valakik akár egy közös selfie erejéig összedugják a fejüket, vagy... Az alatt az idő alatt, amíg lefejeli az egyik a másikat, addig nem másznak át a tetvek. Nem tudjuk, de nem valószínű minden esetre emberben a rokonok, a barátok, a nemi partnerek jellemző viselkedése, hogy összeszorítják a hajas fejbőrüket, és ilyenkor terjed ez a fertőzés. Amiről a mi hipotézisünk szólt, hogy úgy néz ki, hogy ennek van, vagy lehet adaptív háttere. Ez a közelmúltig egy azért volt evolúciós szempontból értékes, hasznos viselkedés, mert az emberi, a gyermekkori fejtetű fertőzések, azok csökkentik az esélyét annak, hogy az ember később, felnőtt kora során ruhatetvekkel fertőződjön. Ez miért fontos? Ez azért lényeges különbség, mert a fejtetvek nem terjesztenek halálos vagy potenciálisan halálos emberi mikróbákat, kórokozókat, sőt tulajdonképpen semmi mikrobiális fertőzést nem terjesztenek emberről emberre. A ruhatetvek viszont olyan letális kórokozókat terjesztenek, mint a kiütéses tifusz, a visszatérő láz, a lövészárokláz, sőt újabban a klasszikus középkori pestist is egyesek sokkal kevésbé a bolhákhoz, sokkal inkább a ruhatetvekhez kötik. Ha tehát gyerekkori és lényegében veszélytelen fejtetű fertőzéseinket terjesztjük egy szeretteink között, akkor az egy nyilvánvalóan nem 100%-os, de bizonyos mértékű élethosszig tartó védettséget jelenthet a ruhatetvek által terjesztett potenciálisan halálos járványok ellen. Tehát a hipotézisetek szerint, ha jól értem, ha megfertőződünk még fiatal korban fejtetűvel, akkor kisebb eséllyel visz majd el minket olyan halálos, esetlegesen halálos kimenetelű betegség, amit egyébként a ruhatetvek terjesztenének majd. Igen, ez egy úgyhogy itt akár egy evolúciós oka is lehetett annak, hogy mi szándékosan kezdjük összedugni a fejünket, hogy így védjük egymást. Ez egy teljesen ösztönös, tudattalan, végig nem gondolt, de végső soron egyfajta vakcinázásnak felel meg, hiszen ha belegondolsz, Edward Jenner óta a vakcinázás is így működik. Az egyik embere jóval kevésbé halálos kórokozóval, az ő esetében ugye a tehénhimlő vírusával megfertőzzük magunkat azért, hogy egy másik embere sokkal halálosabb közelrokon kórokozóval szemben is védettséget nyerjünk. Ez egy nagyon érdekes felvetés, különösen annak tükrében, amit az előbb mondtál itt, hogy hogyan tudunk kísérletezni A-földdel, B-földdel, meg egyéb bolygókkal. Egy ilyet hogyan lehet vizsgálni, vagy hogyan méritek? Tehát statisztikai adatok állnak rendelkezésre, ami ezt igazolja, vagy hogyan tudjátok alátámasztani ezt a hipotézist? Rengeteg olyan tényanyagot gyűjtünk össze a természetből, meg az orvosi irodalomból, ami ezt alátámasztani látszik. De a dolog természeténél fogva nem kísérletezhetünk, nem fertőzhetünk meg gyerekeket. Én ezért is kérdeztem, hogy... Nem fertőzhetünk meg gyerekeket fejtetvekkel, még akkor se, hogyha azok hatása nagyon enyhe, legalábbis orvosilag, mert szociológiailag viszont jelentős hatásuk van, hiszen kicsúfolással, kiközösítéssel, megalázással jár a tetűfertőzöttség, tehát nincsenek kísérleteink, és elvileg nem is lehetnek. De összeszedtünk nagyon sok olyan tényt. Hát a legfontosabb ezek közül az, hogy van-e immunválasz a tetvekkel szemben, ami egy paradoxonnak tűnik, hiszen a tetvek az emberi testen kívül helyezkednek el, az immunválasz pedig a behatoló idegen anyagok alatt van. Emlékszem, ez nagyon megfogott, amikor a múltkor ezt kifejtetted, hogy hogyan is működhet egy vérszívó állat elleni immunválasz. A vérszívók ellen vannak immunreakcióink, egyébként a legegyszerűbb, hogyha arra a szúnyogcsípésre gondolsz, ami a szúnyog elszállása után is egy duszadó, fájdalmas, viszkető kis dudorként ott marad. A vérszíváshoz ugyanis a vérszívó a rovarnak vagy kullancsnak először nyálat kell bejutatni a
gazda szervezet, ez esetben az ember szervezetébe, és ebben a nyálban számunkra testüregen fehérjék vannak. Abból a célból, hogy manipulálják a helyi vérkeringést, hogy pillanatnyi fájdalomcsillapítást okozzanak. Ugye a szúnyogcsípés okozta fájdalom, és majd utána, majd később fog megjelenni. Tehát a rovar be kell, hogy jutasson manipulatív hatású fehérjéket a szervezetünkbe, és ezek ellen kialakul immunválasz, kialakulhat ellene immunológiai rezisztencia. És ha két közelrokon, nagyon egymáshoz nagyon közeli tetű fajról beszélünk, akkor meglehetősen természetes és reális feltételezés, hogy az egyik által kiváltott immunológiai rezisztencia, az hatékony lehet a másikkal szemben is. Az előbb kitértél röviden arra, hogy azért társadalmi, szociológiai hatásai vannak annak, ha valaki tetűvel fertőződik, és most nem lesz annyira őszinte, vagy annyira spontán, mint múltkor, amikor ezt már egy hete elgyakoroltam, de akkor emlékszem, hogy nagyon megnyíltam itt a hallgatók előtt, és bevallottam, hogy milyen történet kapcsolódott ahhoz, amikor nálam jelezték a suliban a szülők felé, hogy bizony-bizony vannak nyomai a tetvek jelenlétének a hajamban. Tehát én konkrétan akkor valószínűleg semmilyen nagyobb jelentőséget nem tulajdonítottam neki, viszont édesanyám annyira bepánikolt ettől, hogy a város másik végébe ment el gyógyszertárban, nehogy véletlenül ránézzen csúnya szemmel. És itt vetettem fel egy olyan történetet is, ami ennek szögesen ellentmond. Gondolom emlékszel rá, hogy egy gyerektáborban voltam, ahol egy biológus apuka is ott volt a gyerekekkel, és lám-lám, gyerekek közel egymáshoz ott is felütötte a fejét a tető, felütötte a fejét a fejtető, ez nagyon szép képzavar. És ott viszont a gyerekek szinte küzdöttek azért, hogy bennük is legyen, hogy az ott jelenlévő mikroszkópnál meg tudják vizsgálni, hogy az ő fejtetvük mennyivel királyabb, mint mondjuk a másiké. Tehát ők ezt egy élményként élték meg, míg a másik esetben, ugye az én esetemben, ez a legnagyobb szégyenfolt volt, hogy tetves vagy fiam. Holott valószínűleg annyira nem tehettem róla, csak összedugtam a fejem valakivel. Ez teljesen tipikus, hogy gyerekek ez sokkal természetesebb és akár vicces dolognak élik meg, mint a felnőttek, de talán ez is leginkább a kicsi gyerekekre jellemző. Már az óvodában terjed a fejtető. Most már megvakarózom, eddig bírtam tartani. És ott igazán nem okoz problémákat, de akár már a kis tínédzserek körében, iskolai közösségekben, vagy ha kilépünk és általában járványos fertőzésekről beszélünk. A fertőzések és a kiközösítés az mindig összefügg. Gyakran úgy, hogy a fertőzések miatt közösítjük ki embertársainkat, kivéve a közeli rokonaink, de egy szociális közösségből, aki fertőzött, vagy akár csak fertőzöttnek néz ki, mert nagyon csapzott, nagyon vakarózik, nagyon csimbókokba lóg a haja, akkor őt kerülik a többiek. De megfordítva is nagyon gyakori az emberi történelem során, és itt visszatérünk a történelemhez, nagyon gyakori, hogy egy-egy embercsoportot meg akarunk bélyegezni, a többségi társadalom, ki akarunk közösíteni, és akkor azzal vádoljuk őket, hogy mert ők fertőzéseket terjesztenek. Erre harsány történelmi példák vannak. Elég sok, de szerintem hagyjuk is a tetveket, és vonuljunk át a történelemnek egyéb mezőire. De ahhoz szerintem nagyon jó volt, hogy a múltkor beszélgettünk, a hallgatók ezt még nem tudják, hogy ez hogy történt. Mielőtt rátérünk a tudománytörténet nagy szélhámosaira, szerintem nagyon fontos, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan is működik a tudományos karrier, vagy a tudományos előrehaladás, illetve az értékelése a tudományos munkáknak. A tudomány az nem egyik vagy másik embernek a terméke, hanem az emberiség közös alkotása. Tehát csak az része a tudományos életnek, aki kommunikálni tudja az eredményeit. Aki egyedül van egy bezárt szobába és nagyon okos, lehet, hogy mindnyájunknál többet tud, ő nem része a tudománynak. A tudományos eredmények kommunikációja tehát a lényeghez tartozik, és a nemzetköziség is a dolog lényegéhez tartozik. Ezt lehet, hogy nem minden politikus érti meg, de a globalizáció az nem csak átkozandó dolgokat jelent. Gondolj bele, hogy sok száz év óta mondjuk a Vatikán az egyik legnagyobb globalizációs intézmény világszerte, más világvallások is, de a tudomány is.
A tudomány eredendően nemzetközi, és nincs nemzeti karaktere. Hát a természettudományos jelenségek nem nagyon ismerik az országhatárokat. Ennél fogva az eredményeinket nemzetközi szinten kell publikálni, közzétenni, és elfogadtatni a kollégáinkkal, ha kell riválisainkkal világszerte. Az, hogy valaki elfogadja az én munkámat jó esetben, az abban nyilvánul meg, hogy ő az ő munkájához forrásmunkaként használja fel. Ezek a tudományos dolgozatok végén rejlő ilyen hivatkozási listákból bogarázhatók ki, és ma a világszerte több hatalmas nagy informatikai cég foglalkozik azzal, hogy számon tartja a tudományos könyvek és folyóiratok tízezreit, és abban minden egyes ilyen hivatkozást követ. Magyarán lehet látni, hogy kinek használják a munkája eredményét, és kinek kevésbé, vagy esetleg egyáltalán nem használják a munkája eredményét világszerte. Tehát némileg túl egyszerűsítve mondhatjuk azt, hogy minél többet hivatkoznak valakire, annál jobb tudós, annál jobb a tudományos produktum, ha lehet így fogalmazni? Azt mondanám, hogy ha árnyalni próbáljuk ezt a leegyszerűsítő fogalmazást, akkor hát igen, ebben sok igazság van. Ezt most baltával faragtam, és akkor most jönnek igen. A finomabb szerszámok. Mondjuk kicsit finomabban. A tudományban vannak kiemelkedő zsenik. Egy-egy félelmetesen nagy áttörés van, és valószínűleg ezeknek a zseniknek a teljesítményét nem lehet így értékelni. Az előbb emlegettük ugye a vakcinációt, hát Edward Jenner, ő már a Brit Akadémia tagja volt. A Royal Society tagja volt. Kevesen tudják, de madártani kutatásai. Itt madarász volt. És a Brit Akadémia tagjaként ő benyújtotta a Royal Society lapjához a tanulmányát a vakcinázásról. Hát olyan elutasító levelet kapott onnét, hogy olyanok már olyan megszégyenítő és megalázó stílusú kísérő levéllel vágták onnét pont ki. Pont a briteknél? Persze. Hogy olyat még én is ritkán kapok, pedig néha én is kapok érdekeseket. Azt írták neki, hogy szégyent hoz a brit tudós társadalomra azzal, hogy egy ennyire nevetséges és hihetetlen elmélettel áll elő. Tehát egy-egy igazán nagy felismerés, egy-egy kiemelkedő zseni, az valószínűleg nem jól minősíthető citációs meg tehát hivatkozási meg publikációs listákkal. Viszont, amiben neked igazad van, és ami miatt mégiscsak jók ezek a hivatkozások számlálásán alapuló ilyen minősítési rendszerek, az, hogy a tudományban világszerte dolgozó milliók, vagy Magyarországon dolgozó tízezrek, messze nagy többsége az nem ilyen kiemelkedő zseni, hanem bizony szorgos emberek egész életükben több-kevesebb jó és rossz ötlettel, csetlésekkel, botlásokkal, hibákkal dolgoznak, és több-kevesebb eredményt elérnek. És azt gondolom, hogy például amikor dönteni kell pályázatokról, és van előttem két pályázat, az egyik a pontyok ikrázásáról szól, a másik pedig a mohapárnák vízelnyelő képességéről. Én hogyan döntsem el, hogy melyik pályázat kapjon pénzt, és melyik ne? Nincs más támpontom, mint megnézem, hogy a két pályázó, a két rivális kutató a maga szakterületén világszerte mennyire ismert. Ugye ahhoz képest, hogy más pontykutatók vagy más mohakutatók milyen mutatókkal bírnak, ezek a mi magyar versenyzőink közül vagyom melyik, aki relatíve legjobb. És bizony rendszerint nem ilyen világra szóló nagy felfedezésekről van szó, hanem fontos, de mégis sokkal szerényebb eredményekről. És ilyenkor gyakran egy halom pályázatot rangsorolni kell, igenis fontos támaszpont, hogy az életkorához képest, esetleg ahhoz képest is, hogy az illető többször volt mondjuk szülési szabadságon, és az alatt nem dolgozhatott. Tehát mindenféle más körülményeket is mérlegelve, de ezek a hivatkozási mérőszámok, ezek támpontot nyújtanak arról, hogy a világban azt a magyar kutatót látják, nem látják, vagy éppen iskola alapító személyiség, akinek világszerte sok követője van. Tehát akkor ez egy
majdnem azt mondom, hogy szükséges rossz, de akkor inkább egy olyan rendszer, amit azért fenntartásokkal kell kezelni, de összességében jól szabályozza itt a dolgokat. Igen, igen, én szükséges rossznak tekintem. Tehát, akkor ki lehet mondani. Számomra ez, mások számára megint. De én még emlékszem arra az évtizedekkel ezelőtti állapotra, amikor nem voltak ilyen mérőszámaink, és igen, az alapján volt valaki nagy tudós, vagy jelentéktelen tudós, hogy a haveri köre, az ismerősei mennyire voltak befolyásosak egy rektori hivatalban, vagy egy minisztériumban. Ezért van az nagyon sok helyen, hogy anonim bírálják el például a különböző tudományos cikkeket, vagy akár disszertációkat. Igen, a kollégák általi névtelen, anonim elbíráltattatás az egy igen lényeges motivum. Akkor is, hogyha nagyon gyakran az ember sejti, vagy látja, hogy ki volt ez az anonim bíráló, néha az anonim bíráló egy monogramot is tesz a végére, néha nem. Az anonimitás egyébként is sok szempontból sérül sajnos, hiszen gondolj bele, hogy például PDF fájlokba egyszerűen beleír az ember megjegyzéseket, és a megjegyzéseivel együtt küldi vissza. Hát bizony egy-két klikkeléssel meg lehet nézni, hogy kinek a gépén születtek ezek a megjegyzések. De mégis ez az alapelv, hogy egymást, és nem jellemzően nem Magyarországon belül, hanem világszerte, tehát más kontinensek kutatóit bírálom én, és az én munkáimat bírálják más kontinenseken. Ez egy ezer sebtől meg hibától vérző rendszer, de még mindig a legjobb. És még mindig jobb annál, mint amit Scriabin csinált, hogy meghirdeti a tanítását, és azt bírálni nem lehet. Viszont ezeket a lehető legjobb rendszereket is, amit most elérhetünk, azokat is ki lehet játszani, gyakran nem épp a legtisztességesebb módon. Hát az a baj, hogy a tisztesség és a tisztességtelenség egy kontinuum, és hát közte ott van a szürke, nem tudom hány árnyalata, tehát a fekete meg a fehér között. Azt mondanám, a citációk 50 árnyalata ez lesz. A citációkkal való trükközés 50 árnyalata ez lesz az adás címe. Azt mondanám, hogyha mondjuk szeretnéd megmérni a szélnek a sebességét, és kiállsz egy ilyen kis kézi kanalas szélmérő műszerrel a hegytetőre, akkor ott az áramló levegő molekulák egyrészt nem tudják, hogy te méred őket. Másrészt még ha tudnák is, hogy méred őket, akkor se volna egyéni érdekük abban, hogy hogyan manipulálják a te általad kapott végeredményt. Na, a tudományos teljesítmény mérése, amit időnként csúnya szóval szcientometriának hívnak, tehát a tudományos teljesítmény mérése nem ilyen. A kutatók nagyon világosan tudják, hogy itt mérik az ő eredményeiket, nagyon világosan tudják, hogy hogyan lehet manipulálni egy kicsit a rendszert, és ezek a kis manipulációk, ezek nem feltétlen becstelenek, nem feltétlen erkölcstelenek, de például valakinek van egy nagy munkája, akkor lehet, hogy ilyen késztetések hatására szétvágja a munkát, és két-három kisebb cikkben publikálja, ahelyett, hogy egy nagyban publikálja. Van is már egy és ilyen... Ez végül is nem tilos? Ez nem tilos, ez nem erkölcstelen, de van is már erre egy szép angol kifejezés, a legkisebb publikálható egység, a least publication unit, vagy valami hasonló kifejezés. Tehát ez persze befolyásolja az embereket. A legendák szerint valaha a 40-es évek végén, az 50-es években a Szegedi Egyetemen bevezettek ilyen tudománymérést, és egyszerűen egy dolgot kértek számon évről évre a kutatókon, a cikkek darabszámát. És nem tudom, hogy igaz-e, de a legenda szerint volt egy zoológus kutató, aki egy év alatt 365 cikket publikált. Nagyon piciket, tehát ilyen kis egyedi előfordulási adatokat. Külön, és azt hitte, hogy ezzel ő nevetségessé teszi, romba dönti, és végleg megszünteti a rendszert. De csak újabb meg újabb számon kérések jöttek, és senki nem foglalkozott azzal, hogy ő megmutatta, hogy mennyire irracionális cikkek darabszámában mérni a teljesítményt. Szóval nem igazán kilóra mérik ez a lényeg.
Sokkal jobb ugye, hogyha a cikkek visszhangját mérjük, ugye idézettségben. Gondoljuk bele, hogy a magyar tudományokban szerintem a legkiemelkedőbb alak, vagy a legkiemelkedőbb alakok egyike az ifjabb Bolyai volt, aki életébe egyszer írt 28 oldalt, de azt is ábrákkal együtt, ami azért geometriában elég sok, és hát annak a publikálásával, meg lektoráltatásával se foglalkoztak túl sokat, hiszen apukája könyvének utószavaként megjelenhetett. Jó, hát de neki egyszerű, mert ő a semmiből új világot teremtett, tehát. Így van, de hát ő egyike ezeknek a kiugró zsenéknek, akiknek a teljesítménye nem mérhető olyan mérőszámokkal, mint amivel a Magyarországon dolgozó sok tízezernyi kutatói, meg egyetemi oktató teljesítményét igenis mérni kell. Most azon gondolkodom, hogy milyen jó gondolatkísérlet lenne, hogy vajon akár Bolyai, akit említettél, Euler, vagy nem is kell matematikai irányba menni, bármelyik nagy zseni, aki nagyon-nagyon régen alkotott, még a jelenlegi rendszer megszilárdulása előtt, hogy vajon ők hogyan állnák meg a helyüket ma például, hát, ha nekik kéne beadni a különböző cikkeket különböző folyóiratokba. Ami pusztán az idézettség számokat jelenti, azt tudom mondani neked, hogy nézd meg őket a Google Scholarban. A Google-nak az egyik szolgáltatása, hogy ilyen citációkat gyűjtöget, és lehet benne ilyen személyes lapot nyitni. Ezt egyébként ajánljuk mindenkinek szerintem, aki tudományos folyóirat cikkeket keresgél, hogy nyugodtan a scholar.google.com oldalról indítsa ezeket. Hú, ez nem reklám, ettől most félek. Mindegy, minden esetre. Na, minden esetre ugye ott az ember magának nyit egy ilyen felhasználói oldalt, és akkor oda gyűlnek a cikkei, meg a citációi. De lelkes fiatalok megcsinálják Darwinnak, Newtonnak, Einsteinnek is a személyes lapját, és hát igen, figyelemre méltó megnézni, hogy kik azok a tudósok napjainkban, vagy hogy a mai legjobbak hogyan viszonyulnak ugye a tudománytörténet nagyjaihoz. Én úgy emlékszem, hogy akiket mi így középiskolába tanultunk a mindenféle tudományterületeken, talán Freudnak láttam a legnagyobb citátságát, meghökkentően nagy citátsága van. Biztos, hogy sok elfolytás miatt mindenki őt érzi. Lehet, ami egyébként nagyon érdekes, mert pont Freud határeset, tehát hogy azt hiszem, hogy természettudomány képviselői közül sokan nem tartják tudománynak a freudizmus, de hogy sokan meg igen, tehát nem valahol a tudomány, nem tudomány határán mozgott, vagy mondjuk úgy a tudomány és a művészet, vagy a szubjektív dolgok határán dolgozott, de igen, Einsteinnek, Newtonnak, Darwinnak, sok más korai nagynak mai napig hatalmas citátsága van. Ugyanakkor vannak jelen idejű kutatók, tehát ma dolgozó kutatók, akiknek még náluk is nagyobbak. Ezek viszont rendszerint metodikai dolgok. Tehát ha valaki egy nagyon jó metodikát kitalál, például statisztikában új eljárásokat, ami széles körben elterjed, vagy a PCR, tehát a polimeráz láncreakció leíró cikkek meg. Tehát egy-egy nagy metodikai áttörést, aki elér, azok bizony jelen mai élő kutatók még a nagy klasszikusoknál is jobban hivatkozottak. Newton és Carey Mullis majd így egy platformon lesznek a Google Scholarban. Viszont valamire kitértünk a múltkor, fogalmam sincs, hogy ez hogy jött szóba, de szerintem ide akár illeszkedhet is. Arról beszéltél, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, a tudománynak az önkorrekciós mechanizmusa, és azt hiszem, hogy ezt valahogy a citációk kapcsán hoztad fel. Mondjak még néhányat adhat így? A csalókról beszélgettünk, és szerintem azt zártam le azzal, hogy az egy dolog, hogy a tudományban mindig vannak hát ilyen sumákoló emberek, durva csalók, sőt, akiket példaként fölhoztam, akár sorozatgyilkosok is, akik a tudományos karrierjük érdekében is gyilkoltak,
De a tudománynak van egy nagyon jó önkorrekciós képessége, ami nem azt jelenti, hogy aki gazember volt, az bíróság elé kerül, de hogy a tudomány megtisztul a csalások, hamisítások eredményeitől, ez egy elég jól látható folyamat. Na de akkor szerintem ne csigázzuk tovább az embereket, ha már szóba jöttek a szélhámosok, illetve a csalók, meg az előbb mondtad itt az 50 árnyalatát a szürkének, amiben lehet tocsogni, de menjünk el inkább a fekete irányba, akkor jó, mindig olyan, olyan negatív vagy már ma. Én korábban néhány előadásban szemléltettem a durva csalások, vagy a sötét karrierek példáját két olyan életúttal, ami időbe egybeesik, de az egyikük egy tipikus brit életút. Richard Henry Meinertzhagen volt, aki hát az első és második világháború során is nagy érdemeket szerzett. Nem egy túl brit hangzású név. Meinertzhagen egy német falu, de ő maga, mármint Richard Henry Meinertzhagen, ő egy ilyen nagyon vegyes származású, tehát a spanyol királyi család is az ősei között voltak, zsidó ősei is voltak, brit ősei voltak, és ő maga gyerekkorában például Charles Darwinnal járt madár megfigyelő túrákra, ami egy elég jó ilyen természettudományos kezdetnek tűnik, de ő elment hivatásos katonának, ami az első világháború előtt ilyen viktoriánus Angliában, hát arra volt egy biztos garancia, hogy bejárhatja a világot, hiszen a gyarmatbirodalom akkora volt, hogy a nap soha nem ment le fölötte, és ő valóban harcolt Afrikában, Indiában, az első világháborúban, a Közel-Keleten. Ő arábiai Lawrence-szel harcolt. Fantasztikus hőstettei voltak, amiket aztán leírta az életrajzába, és küldte haza a preparátumokat, rengeteget gyűjtött, zoológiai meg néprajzi gyűjtései voltak. Hát egy szuperhős akkor, hol jön a csalás? Igen, de ő egy 2 méter magas, atlétikus, abszolút szuperhős volt egyébként, annyira, hogy név szerint szerepel Lawrence könyvében is, mint harcostárs. A mai filmek közül ő név szerint szerepel az Ifjú Indiana Jones kalandjai című filmsorozatban, többször is föltűnik az alakja, ő ilyen ifjúsági regényhős volt Nagy-Britanniában, a Brit Ornitológus Társaság elnöke volt, mert miközben ő járta a frontokat és harcolt, ő rengeteg preparátumot küldött haza a brit természettudományi, a londoni természettudományi múzeumnak. Egyébként történelmi tény, hogy ott volt a Trianon palotában például lezárni az első világháborút. Az életrajzi regénye szerint ő találkozott Adolf Hitlerrel, akinek a Heil Hitler kiáltását ő Heil Meinertzhagen kiáltással viszonozta. És itt tovább egy csomó fantasztikus történet. Most a halála után kiderült, hogy durván meghamisította az egész életútját, és a kutatói karrierjének vannak valós eredményei, de ezek nehezen választhatók el attól, hogy beteges csaló volt. Természetesen soha nem találkozott Hitlerrel, és sok más katonai hőstette is. Darwin igaz? Darwin igaz, igen. Tehát nagyon nehéz a kettőt elválasztani. Sőt, talán lehet, hogy emlékszel, egy Maxwell nevű szerző írt egy Csillogó vízgyűrűk című könyvet, egy skót szerző, vidrákról írta. Az én gyerekkoromban ez egy ilyen kedvelt állatos könyv volt. És Maxwell is találkozott Meinertzhagennel, és magyarul Csillogó vízgyűrűk címen érhető el a könyv, és abban a gyerekkorára visszaemlékező Maxwell leírja, hogy a szülei szóltak neki, hogy jön a Meinertzhagen látogatóba, meg beszélgetni az állatokra, de vigyázzon vele, mert ez az ember puszta kézzel öl embereket. Tehát azért ezt úgy tudták a környezetében, mit nem mondjak, a néprajzi gyűjteménye is nagyrészt ilyen afrikai törzsi furkós botok meg kisbalták voltak, amivel agyon lehet csapni embereket. Meinertzhagen kétség kívül megölte a feleségét, megölte a terepmunkán a segédjét, sok mindenkit eltett lábalól a karrierje érdekében.
és betegesen csalt. És ma a Brit Természettudományi Múzeumok madárgyűjteményében hatalmas nyomozati munka folyik, hogy mi az, amit ő meghamisított, és mi az, ami nem. Ami meghökkentő, hogy nem csak a ritka példányokat hamisította, hogy más gyűjtők eredményét önmagának tulajdonítsa, de a pusztán szép példányokat is. Tehát gyakori fajokból is, ami nagyon szépen volt preparálva, azt ő átcímkézte, és a saját korábbi gyűjtő útjaihoz, lelőhelyeihez igazította. És ez menet közben nem tűnt fel senkinek? Nem. Ez menet közben... Tisztelet miatt, vagy nem ismerték megkérdőjelezni? Nem tudom, nem tudjuk. No, mindegy, ő egy ilyen nagy brit tudós és csaló volt, miközben vele körülbelül egy időben a Szovjetunióban Trofim Gyenyiszovics Liszenko futott be egy félelmetes pályát. Az ő neve valószínűleg sokkal ismerősebben cseng az embereknek. Én félek, hogy a mai fiatalok nem tudják már hová tenni Liszenkót és a liszenkóizmust. Itt is jellemző a kezdetek, tehát a pálya indulása. Liszenko egy kertészeti állomáson kezdte a tudományos karrierjét valahol az Észak-Kaukázusban, ahol a főnöke feltalált egy módszert, amit jarovizációnak nevezett el, és ami azt a célt szolgálta volna, hogy az őszi búzát is lehessen tavasszal vetni. Ha ez üzemi méretekben működött volna, akkor lett volna gazdasági jelentősége, de persze csak kis edényekben megvalósítható módszer. Minden esetre Liszenko és a főnöke a Kaukázusból vonattal utaztak a leningrádi tudományos konferenciára, hogy a főnök előadja a nagy felfedezését, de sajnos a moszkvai pályaudvaron vonat elé esett a főnök, így Leningrádban már egyedül érkezett Liszenko és a saját csúszósak neve. Ezek a peronok. Igen, nagyon kell vigyázni a csúszós peronokon, hogyha egy pályakezdő ifjú szovjet karrierista agresszor áll melletted. Liszenko pályája egyszerűen ezzel indult, de utóbb tulajdonképpen tömeggyilkossá vált, és ő tagadta a genetikát, tagadta a kromoszómák létét annyira, hogy korának legkiválóbb szovjet genetikusai vagy szibériai számüzetésben végezték, vagy a Ljubljanka börtön pincéjében haltak éhen. De attól, hogy oké, lenyúlja a korábbi konzulensének a munkáját nagyon-nagyon alattomos módon, hogy lesz ebből ez a elég kétes karrier? Tulajdonképpen hasonló a Scriabinhoz. Ígérni kellett. Ígérni kellett, és Liszenko azt ígérte, hogy ha darwini szelekciót megtagadjuk, és a növényeket szoktatjuk az a különböző eltérő más és más környezetekhez, sokkal jobb eredményeket fogunk elérni szelekció nélkül, és minden ilyen blődá tudományos mesét ideologizált, tehát a szovjet állam, a marxista demagógia sémájára húzott rá. Például azt mondta, hogy hát ugye a munkásosztály tagjai sem egymás ellen küzdenek, meg egymást eltaposva, hanem egymást támogatva és egymást segítve építik fel a Szovjetuniót, és hasonlóképpen a természetben is a fajtársak azok nem küzdenek a létért, hanem válvetve közösen szokják meg az új világot, és ő azt ígérte, hogy például a borszőlőnek a termővidékét azt fölviszi Leningrádig, Szibériában ringó búzamezők lesznek, és hatalmas gyümölcstermések ígért. Van egy híres fotó, amin a kezével mutatja, hogy mekkora gyümölcsök fognak teremni az ő általa megálmodott eljárásokkal, és ez azért híres fotó, mert akkor történt, amikor a Kremben tartott tudományos előadást, és Sztálin azt kiabálta be, hogy bravo, Liszenko elvtárs. No, hát aki nem értett... Hát ilyen hátszélel már azt hiszem értem. Aki nem értette egyet, az meghalt a börtönpincéjében. Ez a tudományos viták hiánya, mennyivel jobb rendszer a mai, amikor névtelenül bírálgatjuk egymás írásműveit. És igen, esetleg... azt hiszem, visszatérve arra, mint az előbb mondtál, együtt lehet élni azokkal az apró ambivalenciákkal, ami a citációs indexeket illeti. Hogyne. Néha dühös vagyok, hogy milyen bírálatokat kapok, csapkodok miatta, de meg kell mondjam, hogy néha én is rossz bírálatokat írok másokról. De sőt, életben maradtál.
Sőt, nagyon gyakran tök jó bírálatokat kapok, és nagyon hasznosak, és a kommentárjaikat, a segítő kommentárjaikat, az anonim bírálóktól kapott megjegyzéseket konstruktív módon be tudom építeni a munkámba. Ez is nagyon gyakori. Azért Lisenko bármennyire is ígérgetett, azért a valóság nála is szembe jött. Ez nagyon érdekes, hogy hogy jött szembe a valóság. 1972-ben Richard Nixon teljesen váratlanul előállt az ENSZ-ben azzal, hogy ők az Amerikai Egyesült Államokban minden biológiai fegyvert leszerelnek, megsemmisítenek, és ő egy új biofegyvertilalmi egyezményt javasol az ENSZ-nek, ami a korábbival ellentétben már nem csak a biológiai fegyverek elsőként való alkalmazását, hanem a gyártást, a kereskedelmet, a puszta birtoklást is tiltja. Ez 72-ben volt. 73-ban világ számos országa ezt ratifikálta, egyébként Magyarország csak jóval később, de 73-tól megkötötték ezt a szerződést, a világ legtöbb országa ratifikálta, és ennek a szerződésnek volt három letéteményes országa. Ez a diplomácia nyelvén azt jelenti, hogy ezek az országok nem csak azt vállalják, hogy ők követni fogják a szerződés szellemét és betűjét, de ha kell, erőszakkal betartatják azokkal az államokkal is, akikre befolyásuk van. Hát nyilvánvaló, az egyik ilyen letéteményes ország a Szovjetunió volt, ami hát például a szovjet csatlós államokkal is be fogja ezt tartatni. Tehát akkor velünk? Velünk, igen. Valóban nem is volt legjobb tudásunk szerint akkoriban biológiai fegyverünk. Minden esetre az akkor meglehetősen fiatal szovjet pártfőtitkár Leonid Brezhnev színe elé járult két nagyon-nagyon-nagyon jeles szovjet biológus akadémikus, akik nem tudjuk, hogy szó szerint mit mondtak neki, de valószínűleg olyasmit mondtak neki, hogy hát Brezhnev elvtárs, az imperialisták azt akarják, hogy senkinek ne legyen biológiai fegyvere. Hát akkor mi ezt ratifikáltuk, felelősséget vállaltunk nemzetközi szinten, de itt az ideje, hogy akkor elinduljon a projekt. És meggyőzték Brezhnevet arról, hogy a Szovjetunió teljes titokban alapítson egy biofegyver kutató, fejlesztő, gyártó hálózatot, ami a világtörténelem legnagyobb ilyen hálózata volt. Gondolom traktorgyárnak álcázva? Nem, rosszul gondolod, vakcinagyárnak szoktak biofegyver, békés szélú vakcinagyártásra specializált ilyen üzemhálózat volt. Annyira titkos volt a projekt, hogy nem minden szovjet köztársaságban működhetett, csak kettőben, az orosz szovjet szocialista köztársaságban és Kazaksztánban. Kazaksztánban azért, mert ugye minden nagy fegyveripari fejlesztéshez kell lőtér, és a nagy sivatagjai Kazaksztánnak voltak, egyébként ott az Aral tóban akkor még volt egy nagy sziget, az újjászületés sziget. És akkor az még volt, víz is volt. Akkor még víz is volt, igen, ez ma a szárazföld része. Minden esetre valószínű, hogy ezt a két szovjet akadémikust az motiválta, hogy Brezhnevet meg lehetett arról győzni, hogy modern biológiai fegyvereket csak molekuláris genetikai eszközökkel lehet fejleszteni. Tehát nem elég a kórokozót behozni a vadonból és tömegtermelésbe fogni, hanem például össze kell gyűjteni a mai ismert összes antibiotikum ellen felelhető rezisztenciagént, és már eleve antibiotikum rezisztens kórokozó változatokat kell gyártani. Ez egy brutálisan nagy biofegyver iparrá nőtte ki magát a 70-es évek elejétől a 70-es évek végéig, vagy a 80-as évekig, sőt, tulajdonképpen létezett még a Szovjetunió összeomlása után is, tehát már a demokratikus Oroszországban is áthúzódott ez a projekt, de mondjuk az első nagy lebukások azok a 70-es évek végétől indultak, amikor kiderült, hogy a Szovjetunió lábbal tiporja az általa ratifikált nemzetközi egyezményt. De hogy visszakanyarodjak Lisenkóhoz... Igen, Lisenko akkor még élt, amikor ez létrejött? Nem. Tehát akkor nem. Ez csak a tudományos öröksége, de a munkásságának az örökségét száfolta meg. Érdekes módon fogyatkozott el ugye ez a szovjet Lisenkoizmus. Abszolút teljhatalma volt Lisenkónak a tudományban addig, amíg Sztálin élt. Viszont amikor Hruscsov vette át a hatalmat, akkor a szovjet biológusok észrevették, hogy nincs megtorlás. Tehát valaki kritizálja Lisenkót, ellentmond Lisenkónak,
akkor nem viszi el a KGB, nem börtönzik be, vagy nem tűnik el Szibériába, ahol például egy kiváló szovjet genetikus a szibériai madárvonulást kutatta sok éven keresztül, ahelyett, hogy genetikát csinált volna. Tehát Hruscsov idején egyszerűen a párt nem szólt bele abba, hogy mi lesz a biológiába. Brezsnyevvel viszont megértették, hogy komoly, nagy léptékű, tömegpusztító fegyverként használható biofegyvereket csak komoly genetikai háttérrel lehet csinálni, és a Szovjetunió le fog maradni ebben a versenyben, mert természetesen azt feltételezték, hogy az USA hazudik, és hogy Richard Nixon titokban otthon kavargatja az antrax tenyészetét. Ez egy nagyon jó játékelméleti kérdés, hogy olyan kiblöfföl a nagyhatalmak közül. Azért nagyon nehéz kérdés, mert ugye egy fegyvernek tulajdonképpen a leggyakoribb felhasználási módja az, hogy az országok, vagy nemzetek, vagy emberek fenyegetik egymást a fegyverekkel. A legtöbbször nem használják valós gyilkolásra a fegyvereket. Na most egy atombomba az rendkívül hatékony gyilkolásra is, de fenyegetésre is. Tehát az, hogy akár mostanában Észak-Korea mekkorát robbantott az atombombáival, azt világszerte lehet mérni. Ezekkel a hatalmas rakétákkal a november 7-én a Vöröstéren föl lehet vonulni a nemzetközi sajtó meg a média színe előtt. De képzeld el, hogyha a nagy rakéták között ott menetelne egy magasrangú orosz katonatiszt kezében egy kémcsővel. Olyan nevetségesnek néznek ki, pedig ha abban a kémcsőben himlővírusok vannak, és konkrétan ugye Oroszországnak mai napig vannak katonai célra fenntartott himlővírusai. Ezt tudjuk? Ez legális, igen, igen. Tehát legálisan, nemzetközi egyezményekben rögzítve az USA és Oroszország tartott meg himlővírusokat. Hogy illegálisan vagy titokban még kinél van, azt nem tudjuk. No, tehát visszatérve erre a képzeletbeli november 7-i felvonulásra, ha ott vonulna egy katona a kezében egy kémcsővel, hát akkor a nemzetközi sajtó meg a tévécsatornák kommentárjai kiröhögnék őt. Pedig lehet, hogy az veszélyesebb, mint azok a hatalmas rakéták, amiket ott vonszolnak hatalmas vontatókon. Hát mondanám, hogy milyen szép, optimista kicsengése lett ennek a beszélgetésnek, de egy picit örülök azért, hogy egy ilyen kis hátborzongató élményt tudtál itt a végére besempészni nekünk, úgyhogy ez majd fog minket foglalkoztatni. Köszönöm szépen ezeket a történeteket, amiket megosztottál. Én köszönöm, hogy meghallgattatok. És természetesen én is köszönöm nektek, hogy hallgattátok ezt az adást, a korábbiakat, azt külön köszönöm, hogy a Görbe Bögre kávézó helyszínt biztosított neki, és természetesen azt is, hogy ti egy havi jelképes összeggel, vagy legalábbis nagyon sokan Patreonon hozzájárultok ezeknek a műsoroknak a készítési költségeihez. Jövő héten egy másik témával fogunk jelentkezni, addig is kövessetek Facebookon, Instagramon, Twitteren, meg amilyen közösségi média felületen megtaláltok. Ezeket mindig elfelejtem. Sziasztok! Szervusztok!